Reméljük, a versben mondottakkal ellentétben jól érezték magukat a katolikus iskola elsősei a mai nap folyamán, ami egy hosszú út kezdete számukra, hiszen akik idén 2019-20-as tanévben beléptek az iskola kapuján, jobb esetben több mint egy évtizedig az oktatási rendszerben maradnak. Ezért természetesen a szülőkben is nagy volt az izgalom. Így már, hogy előtte volt egy példa, egy kicsit könnyebb volt, úgy gondolom. A két iskolában összesen 850 tanuló kezdte meg a tanévet a Sátoraljaújhelyi katolikus intézményekben, így mindkét iskolában és az óvodákban is voltak karbantartó felújítási munkálatok a nyáron. Próbáljuk a legoptimálisabban a nyarat kihasználni erre. Még vannak bent pályázataink, még van bent igényünk a fenntartónál, amelyet bízunk benne, hogy teljesít. Ez szoftverfrissítések, szoftverfejlesztések, új gépek beszerzése, tehát még mindig folyamatban vannak ezek az újítások. Idén is csengtek-bongtak a csengők, amelyet a várostól kaptak ajándékba a legkisebbek. A polgármester minden intézménybe elvitte a meglepetést. Két unokám is elkezdi a tanulmányait, ami mindenképpen egy nagy változás a családunk életében. Másrészt pedagógus vagyok, és ebben semmi nem fog változni. Ugyanúgy megdobban a szívem szeptember elején, mint amikor tanítottam, vagy éppen előtte, amikor diák voltam. Jó érzés az, hogy egy remek ötlet eredményeként én már 13 éve megpróbálják egy kicsit jobb hangulatává varázsolni az első napját az első gyerekeknek az iskolába azzal, hogy csengőt adunk át. A gyerekeknek 2020. június 15-ig tart majd az idei tanév. Az első hosszabb szünetig október végéig kell várni. Október 25-én kezdődik majd az őszi szünet. Reméljük, addig minden elsős megszereti az iskolát.